A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, ma folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben a Videóton egykori legendás futballistáit mutatjuk be, hiszen tudnunk kell, Székesfehérvár nem csak a gazdaság, nem csak a kultúra és a művészetek városa, hanem sportváros is. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos számunkra, mi zajlik a stadionokban, milyen eredményeket érnek el sportolóink. Vendégem tehát Nagyhárom János, az egykori kiváló válogatott labdarúgó, a piros-kék színek örök jobb hátvédje, mondom én. Örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz. Köszönöm szépen a meghívást, szervusz. Nagyon-nagyon jó volt látni benneteket, hiszen néhány hete, hónapja volt egy remek találkozó Németh János szervezésében Sóstón, és ott jött a gondolat, hiszen nagyon keveset tudunk arról, hogy mi minden történt veletek ezzel a legendás korosztállyal, és ott azért ott volt Sunyi, Karsai Laci, Kovács Józsi, Nagy Kettő Macska, és a többiek. Nagyszerű volt. És most itt vagy velünk, mert hogy nagyon-nagyon fontos számunkra. Ugye te saját nevelésű játékosa vagy a Vidinek, tehát a kezdetekről kell, hogy szó essék, mert én azt hiszem, hogy abban az időszakban indult el a Videóton fejlődése, hogy a vadásztörténygyári vasasból Videóton lett, és az jószerivel nektek köszönhető, hogy ezt országszerte megismerték. Hogy kezdődött a te pályafutásod töpörtyüként? Úgy kezdődött a pályafutásom, hogy 63-ban meghirdetett a város egy utcák terek bajnokságát, és hát apám, mivel nagyon szerette a focit, összeszedett egy csapatot ott a Maroshegyen, a Táncsics iskola környékén, és elindított bennünket ebbe a bajnokságba olyan nevekkel, hogy Szabó Károly, aki a Videótonba játszott után, Maracskó Tibi, aki ismerős a öttusázók részéről, Tíber Laci, akivel mai napig, hát olyan, hogy mondjam, együtt nőttünk fel, meg hát nagyon jóba vagyunk. Aztán megnyertük azt a bajnokságot, és utána rögtön leigazoltak bennünket a Videóton ifi csapatába, tehát 13 éves koromba kerültem ide a Videótonhoz. Tehát egyenes utad vezetett tulajdonképpen. Hogy lépdeltél fel a ranglétrán? Kik voltak a mestereid? Hát azt még hozzá kell tennem, hogy a Csiszár István elnök úr, aki ott lakott az utcánkban, ő hozta nekünk mindig a labdát, mert hetente cseréltük, mert szétrúgtuk a labdát. Ő neki az ajánlására kerültem én ide a Videótonhoz. És az ifibe, akire úgy emlékszem, aki nagyon sokat segített annak idején, a Gartner Jani bácsi volt. Egy időskorban volt már ő is, de ő mutatta meg azokat a dolgokat, amit a Grundon nem sajátítottunk el, amit még csiszolni kellett a játékunkon. Ilyenkor gyorsan kiderül, hogy mi mindent köszönhetünk Buszti bácsinak, igen, hiszen Buszti számtalan bácsi. Csiszár Istvánról, igen, beszélünk, ugye? Igen. A legendás Buszti bácsi, aki számtalan korosztályt hozott ide, azt hiszem a mai napig is megemlegethetjük a nevét. Melyik volt az áttörés, hiszen amikor a felnőtt csapathoz kerültél, akkor még NB1-B-s volt a Videóton. Akkor amikor én oda kerültem, akkor 68-ban, amikor leérettségiztem, utána kerültem oda, akkor még NB1-be játszottak, csak aztán kiesett a csapat. Akkor játszottam ősszel a tartalékbajnokságba, sőt, ha jól emlékszem, akkor egy magyar népköztársasági kupán az Újpest ellen, és a Beneferit kellett fognom. Hát nagy élmény volt, mit mondjak. Ideges is voltam, de a végén odajött és gratulált, azt mondta, hogy lehet, hogy még lesz belőled valami. Legendás korosztály volt a tiétek. Ki, igen, mindenki volt a csapattársad, hiszen tudjuk, hogy ugye 69-ben az NB1-B-ben lettetek bajnokok, és újra feljutott 70-re, pedig már jött az az időszak, amikor végig az első osztályban szerepeltetek. Igen, 69-ben kerültem oda az első csapathoz, Turay Bandi bácsi volt az edző, és emlékszem rá, idegenben Kecskemét ellen játszottunk, akkor játszottam az első csapatban NB1-B-vel. Nagyon jó nevek voltak már akkor is, és
hát akkor szegény Timár Misi volt ott, Varga Józsi, aztán a Pos Feri, aki már sajnos ő sincs, meg még egy-két idősebb játékos, Ispa is Tibi, meg egy-két idősebb, akik aztán utána abba hagyták. És akkor fölkerültünk az NB1-be, és akkor a Turay Bandi bácsi helyett jött a, ha jól emlékszem, a Kovács Imre bácsi, aki kinn is volt az 54-es VB-n, csak nem jutott szóhoz, ha jól tudom. Őtől nagyon sokat tanultam, meg nagyon sokat segített abba, hogy ott tudjak maradni a csapat. Aztán feljutott a csapat, és rengeteg mérkősen játszottál, erről is fogunk beszélni, de hadd kérdezzem már meg, hogy a nézők is megtudják. Ugye legendás becenevek keringtek akkoriban. A Macska, Sunyi, stb. Igen. A te becenevet Gunár volt. Gunár. Ki nevezett el? Azt nem tudom, hogy ki nevezett el, csak tudom, hogy edzőtáborban voltunk, ha jól emlékszem, Bodajkon, és mivel vékony voltam, és hát vékony gyerek révén a nyakam se volt vastag, egy kicsit hosszabb volt, mint ahogy gondoltam, és arról neveztek el, hogy Gunárnak. A másik meg az, hogyha mondták, hogy te veled nem jó ütközni, egy csupa csont vagy, és mindenhol szúrsz, böksz, tehát chips, így mondták, és valahogy így maradt a Gunár. Ugye középső védőként kezdted a pályafutásodat, aztán jobb hátvéd lettél, és hát a jobb hátvédként a válogatottság is nagyon fontos, viszont rendkívül gyors voltál, nagyszerűen fejeltél, ez honnét jött ez az adottság, ezt lehetett gyakorolni? Hát szerintem az, hogy általános iskolában nekünk a testnevelő tanárunk egy labdarúgó volt, és nagyon sokat foglalkozott velünk ilyen atlétikai dolgokkal, meg ruganyossági dolgokkal, és talán onnan jött az, hogy nagyon sokat, hát ott a Vásártéren, most így mondom, aki fehérvári úgy is tudja, Vásártéren játszottunk, és ott volt terület, ahol bőven lehetett futni. És valahogy nekem ezek az adottságok úgy jöttek. Egyébként te szerettél edzeni? Vagy számodra is a mérkőzés volt az alap, a minden? Hát az biztos, hogy meccset játszani jobb volt, de mivel edzés nélkül nem lehet, így sokszor volt olyan, hogy nem volt kedvem edzeni, de úgy általában azért... És 1970-ben mutatkoztál be ugye az első osztályban, és folyamatos volt a fejlődés. Hát mondom ezt azért, mert hogy 74-ben már a válogatottság is bejött, és az már a Videotonnál, már mint itthon is azt a csapatot jellemezte, hogy ami aztán, amit mindenki szerintem kötelező, hogy tudjon, hogy Kovács Laci, Nagy Három, Kovács Józsi, Fejes Vég, Karsai, Nagy Kettő, Burcsa, Csongrádi, Májer, Volek, Tíber, Szalmási, Baranyi, nem sorolom tovább. Igen. Nagyon sokan köztünk vannak még. Ez egy olyan korosztály volt, hogy megvolt a ti korosztályotok, Tíber Laci, Nagy Kettő, Kovács Józsi, Fejes Gabi, Karsai, aztán jöttek az 56-ban születettek. Igen. A Májer, Csongrádi Májer, az később a Szabó Józsi, Vég Tibi, aztán később a fiatalok, de az már egy másik történet. Hogy lehetett úgy összeszokni, hogy egymás gondolatait is ismertétek, mondom én? Hát egy az, hogy nagyon sok volt, tehát egy idősek voltunk, mondhatom úgy, hogy pár év különbség volt a csapatnak a nagy zömébe, és hát mi nem siettünk edzés után haza, hanem volt egy klubszobánk, bementünk, és ott, mint nem csak játékostársak, hanem barátok is, elbeszélgettünk az elmúlt meccsről és a következő meccsről, hogy mit, hogyan kell csinálni. Tehát sok volt az összetartás a játékosok között. Érdekes volt ez az időszak, és hogy csak visszatérjünk a tehetségedre, ugye 70-ben mutatkoztál be az első osztályban, és abban az évben már utánpótlás válogatott lettél. Hát azért fontos pillanat egy futballistának. Igen, talán a gyorsaságom hozzásegített sok mindenhez, meg talán a magasságom, meg hogy hát én a fejeléssel úgy voltam, hogy mindenki dicsérte, hogy jól fejelek, de én soha nem voltam megelégedve magammal, és hogy oda kerültem, nagyon hirtelen jött szerintem az a válogatottság, lehet, hogy egy-két éve később, vagy mit tudom, én nem tudom, hogy lett volna jobb. De ez megalapozta mindenképpen. Csak egy-két mérkőzés volt, ahol tudtam játszani. Igen, de megalapozta a jövődet abban az értelemben, hiszen aki azért címeres mezt vehet fel abban az időszakban, annál magasabb rang nincsen egy futballistának. Hogy épült fel a csapat? Úgy, hogy a 75-76-os bajnoki szezonban, ugye ez az emlékezetes, erről majd hosszabban is beszélünk, hiszen a Fradi meccsre ki kell, hogy térjünk nyilván,
hogy együtt maradtatok, és folyamatosan fejlődtetek. Mi kellett ehhez? Hát a csapatnak az összetartása szerintem. Mindenki mindenkiért játszott. Hát, ha valaki hibázott, akkor nem estünk neki, hanem biztattuk, hogy majd legközelebb jó lesz, majd igyekezzé, mérkőzés után megbeszéltük, a nem közvetlen meccs után, hanem következő edzés után megbeszéltük a mérkőzést. Tehát úgy éreztem, hogy annak idején mi egy család vagyunk. A sérülések elkerültek. Ez szerencsés alkat szempontjából, vagy a másik az edzésmunkádnak is köszönhető, hiszen a második legtöbb NB1-es mérkőzés te játszottad megszakítás nélkül a videótomban, és ez a mai napig rekord. Igen, szerencsés voltam ebből az esetből, hogy eddig az a izomzatom volt, tehát olyanokat meg tudtam csinálni, amit más játékos csak nézte, hogy én például Spárgát meg tudtam csinálni még oldalra is. Tehát az volt az izomzatom, de a komolyabb sérülésen nem volt az, hogy izomhúzódás vagy ilyesmi azért az előfordult, de nem sűrűen, hála Istennek, hogy az azért nem jött be egy komolyabb sérülés. Csak akkor, amikor már majdnem abba hagytam a focit. Mi ugye a 76-os bajnokságról kell, hogy egy kicsit hosszasabban beszéljünk. Az egy abszolút eredményes év lehetett volna, mindenféle értelme az is volt így utólag, hiszen az IFI-vel bajnokságot nyertünk Szőke Miklós vezetése alatt. A tartalékcsapatban szintén már akkor mi játszottunk, és a tartalékcsapatnak is szinte biztosak voltunk benne, hogy meg lesz a bajnoki cím is. Mi a tartalékbajnoki meccset a Népligetben játszottuk, és későn értünk oda, akkor még bajnok volt a csapat. Beszéljünk erről a Fradi meccsről, mert nyilvánvaló, hogy nem akarjuk a Münc játékvezetőt örök életre, hogy forogjon a sírjában, Isten nyugosztalja, de azért azt hiszem a játékosokban ez mély nyomot hagyott. Hát igen, mert nagy csalódás volt nekünk az, hogy egy nagyon jó csapat voltunk, szerintem többen is inkább minket szerettek volna bajnoknak, tehát az, hogy ilyen szerencsétlen körülmények jöttek, hát ezt nem tudom, hogy a bíró hogy gondolta, vagy mit gondolta, nekünk nagyon rossz volt, mert mi úgy éreztük még ezt az ezüstérmet is, hogy mint a magyar aranycsapat, a válogatott annak idején, hogy nem ők nyerték ugyan a bajnokságot, de aranycsapat volt, mi ugyanígy voltunk ezzel az ezüstéremmel, hogy nem mi nyertük, de úgy éreztük, hogy mi voltunk az aranycsapat. Igen. És hát ezt később be is vallották a ferencvárosi játékosok. Igen, is. Hát ez az a számtalan történet. Az adalék ehhez, hogy ugye az első hatban öt pesti csapat végzett, a Fradi, Újpest, Honvéd, Vasas, MTK, második a videóton természetesen. Viszont ez azért mély nyomot hagyott mindenféle értelemben a klubnál is, hiszen Kovács Feri bácsi távozott, jött a Lantos éra. Az milyen volt számodra? A Misi bácsival, én szerintem jó volt a viszonyom Misi bácsival, mert sok mindent ő is segített, meg sok mindent tudott még olyat mondani, ami annak idején úgy nem jutott eszembe, vagy nem jött magától. Ott volt mellette Jánki Miklós, meg kell említeni, mert szerintem nagyon nagy segítsége volt a Misi bácsinak a edzéseknek a levezetésében, meg a mérkőzésekre való felkészítésbe, de én úgy érzem, hogy én nekem egyik edző se volt a ellenfelem, vagy hogy nem szeretett volna valamelyik edző is. Szerintem ugye sokat emlékszünk erre a védelemre, hogy a nagy három Kovács Józsi, Fejesvég vagy Baranyi is játszott elég sokat abban a védelemben. Milyen volt ez a védelem? Hát, szerintem nagyon jó volt, mert mindenkinek meg volt az erénye, ahol játszott. Tehát annak idején nem tudom, valaki mondta, hogy már nem emlékszem rá, hogy egy jó csapatot akarsz, akkor legyen egy jó kapusod, egy jó középhátvéded, egy jó középpályásod és egy góllövő csatárod, és arra építs fel a többi játékost. Na most ez mind megvolt, mert például én gyors voltam, tehát ott az a rész az már lezárult, hogy ott a bal szélső nem mehet. Középen volt egy technikás játékosunk, a Kovács Józsi. A Fejes Gabi, aki olyan volt, hogy pokróc. Hát nem is az, hanem ő kullancsként ragadt az ellenfél csatárára. Bal hátvéd, de a Végtibiről meg hát az köztudott, hogy milyen volt. Vagy előtte a Mester Pista, aki volt, sajnos ő sincs. Ő is például olyan volt, hogy aztán ott se lehetett el senki. Tehát ha mi rajtunk véletlenül átment, akkor az a Kovács Józsié volt.
Ugye a bajnok, a 76-os bajnokság után jöttek az új célok, hát azt részben sikerült megvalósítani, mást nem, másként ugye nem beszélhetünk erről, és ugye a válogatottságról kell, hogy kérdezzelek, mert összesen 16 válogatottság jutott. Ez 16-tal több, mint amit egy köznapi ember megálmodhat magának. De te nem voltál csalódott? Tudom, hogy nagyon sok mindenkivel kellett megküzdeni, új jöttek az új elképzelések, meg új szövetségi kapitányok, de azért mi mégis azt vártuk, hogy növeled a válogatottságait számát. Hát abból a szempontból ért csalódás, hogy a Bozsik Józsi bácsi vitt oda engem első válogatottságra, úgyhogy telefonon, hogy öltözz, aztán gyere, válogatott leszel, és mindjárt kezdő is lettem, tehát eleve ez egy kicsit, hogy hát lámpalázas az ember, aztán utána, hogy jöttek a többi mérkőzések, már mindig jobb volt, csak úgy éreztem, hogy ha egy mód van rá, akkor mindig pesti játékosokat vittek oda. Tehát utána odahozták a Paróczai főkerült a Békés Csabáról, ott volt a Török Peti, ott volt a Martos Győző, jobb hátvédként, habár én nagyon sokat játszottam Söprögetőt is. A Bálint Lacival is, meg a Dunai Három Edével is, amikor a horvát harsányék eltűntek, hát kimentek Magyarországról, és az is nagyon jó volt, mert ővelük viszont meg tudtam azt beszélni, hogy ott beállost játszottam, igaz, hogy a szövetségi kaputányunk, aki volt, mindig azt mondta, én vagyok a Söprögető, de mindig cseréltünk, mert mondták, hogy te tudsz futni a csatára, én meg majd lelesem, amit elfér. Egyértelmű. Tehát igen, és nagyon sokszor beállost játszottam a Söprögető helyet, meg jobb hátvédet. Igen, a Kovács Józsi eleganciája, ugye az kellett azért akkoriban. Ugye 74. szeptemberében mutatkoztál be Ausztria ellen, és érdekes módon két évvel később, 76. októberében volt az utolsó válogatott mérkőzés, szintén Ausztria ellen. Miért csak ennyi jutott? Most, ha így utólag visszagondolunk, hiszen erejed teljében voltál, ezt én magam is megtapasztaltam személyesen, a gyorsaságod nem kopott. Talán az, hogy amit minden edző elmondott nekem, hogy legyek egy kicsit csibészesebb, tehát ütközéseket jobban vállaljak, csak én úgy gondoltam, hogy ha már el tudom venni a játékostól úgy a labdát, hogy azt nem kell megrugnom a játékost, vagy faltolni, vagy valami, akkor én azt megteszem, és talán ez volt az, hogy nem volt bennem meg az a csibészség, az a keménység, ami kellett volna még pluszba. Hiszen ugye a 78-as argentinai VB-s selejtezőin az első mérkőzésen játszottál, és utána jött Martos Győző és Török Peti. Én nem voltam kint Argentinában. Nem kint, hanem a selejtezőkön. Selejtezőkön játszottam, sőt Európa bajnokságon, amikor ott akkor is játszottam selejtezőn, meg ott hát sajnos így jött ki. Nem tudom, hogy miért. 80-ig itt voltál velünk, aztán jött egy törés volt, hogy távoztál, vagy mert mindenki mást mesél erről, de nyilván a hiteles forrás te magad vagy. Hát ez olyan volt, hogy vége volt a bajnokságnak, vagyis hát nem a bajnokságnak, őszinek, és január elején, amikor kezdődött a bajnokság, akkor a Verebes behívott az öltözőbe, és azt mondta, hogy csomagoljál össze, mert nincs rá szükség enni a csapatnál. Ennyi volt. Ez egy szégyen teljes döntés volt. Egyik pillanatra másikra kirúgott. Mert a Mágusnak ugye voltak jó döntései, 80-at írtunk, a 18 éves, akkor volt Diszt Lacik a 18 éves, és betette a csapatba, és sok-sok fiatalt, még a Tóth Jani, meg ez a korosztályok, és ráadásul jöttek fel a 60-ban született Vadász Imiék, Diszt Peti akkor már állandó kapus volt. Ez nagy csalódásként élted meg? Igen, ez rosszul esett az, hogy 63-tól 80-ig ott voltam, és egyik napról a másikra azt mondják, hogy mehetsz. Ez rosszul esett, és hát sajnos úgy alakult a dolog, hogy Várpalotára kerültem. Nem az, hogy oda kerültem, hanem a körülmények, mert ha egy nappal később írom alá nekik, vagyis nem írom alá az átigazolást, akkor a Kovács Józsival Újpestre játszhattam volna. Mert későn tudta meg az Újpest, és már nem tudott mit csinálni. Ja, és rád, és Várpalota jött először NB1-B. Én azt hiszem, hogy Várpalotáról tudni kell, hogy egy izig-vérig bányászváros, ahol rendkívül módon szeretik azt a két sportágot, ami ott volt, a kézilabdát és a futballt.
Milyen éveid voltak, illetve hát nem volt az hosszú másfél idő, másfél év volt. Igen. Hát azon tudtam segíteni a csapatnak, én úgy érzem, hogy akkor nem estek ki, amikor én oda kerültem, mert kieső helyen volt a Várpolta. A következő évben meg hoztak egy olyan rendeletet, hogy az első öt csapat juthat csak tovább, mert akkor szervezték át ezt az MB2-t, MB1-t, amivel sajnos nem került be a Várpalota, hanem hát sokkal jobb csapatok is voltak, és akkor keresett meg engem a Keszthely. Viszont otthonra találtál. Igen, nagyon szeretek Keszthely lakni. Igen, mert hogy most is. De milyen volt neked Keszthelyen, aki, tehát egyik oldalról nagyon is jól tudom, hiszen Várpalotán én magam is játszottam, és borzalmas, hogy nem borzalmas, pont fordítva. Tehát nagyon-nagyon nagy tisztelet övezett benneteket, téged leginkább. Igen, az az érdekes, hogy Várpalotán is ugyanúgy tiszteltek bennünket, mint itt Fehérváron, de az, mivel kisebb város volt, sokkal több lett az ismerős. Bárhol az utcán végigment az ember, azért csak megállították, csak szóba álltak velünk. És oda kerültem Keszthelyre, ami hát... hát azt szokták mondani, hogy a Balaton fővárosa, az első naptól kezdve, még a mai napig is, bárkivel találkozok az utcán, mindenki megállít és beszélget a fociról. Igen, tehát a Keszthelyi haladás egy csoda. Kell bennünket. Milyen volt az élet Keszthelyen neked? Hiszen ugye székesfehérváriként nőttél fel, Maroshegyi srácként, és Keszthely pedig tényleg a Balaton fővárosa. Igen, furcsa volt az, hogy kisvárosba kerültem, ott is, hát mondhatom azt, hogy mindenki ismer mindenkit. Meg a másik az, hogy olyan hangulat volt ott a pályán, meg olyan játékosok vettek ott körül, akikre így is jó érzéssel gondolok vissza, meg a közönség, amelyik 3-4 ezer néző volt egy mérkőzésünkön, olyan, hogy tényleg még a fák tetején is ültek emberek. Tehát ez olyan jó érzése volt az embernek, hogy kisváros ennyire összetart a foci mellett. 89-ig ott voltál, igen. Az rengeteg mérkőzés. Kisebb-nagyobb kerülőkkel, mert aztán 87-ig volt, 87-ig, akkor utána elmentem Gyenesdiásra játszani egy másfél-két évet, nem tudom már pontosan, és akkor utána kimentem Ausztriába. Jött Ausztria, Neufeld. Ott játszottam nem sokat, mert a munkám, meg iskolába kellett járnom a munkám miatt, és nem tudtam összeegyeztetni a kettőt. Akkor azt abba hagytam, és akkor abba hagytam a focit. Mondtam, hogy nem csinálom. Viszont még egy Gyenesdiás volt, ahol játszottam megyeibe. Ott még egy évet játszottam, és mondtam, hogy vége, nem csinálom tovább. És akkor rá 5 évre, vagy 6 évre, 97-98-as bajnokságra visszahívtak bennünket. Voltunk 5-en, 40 éven felüliek, köztük én, mint rangidős, 47 évesen, és megnyertük a megyei bajnokságot. És utána már mondtuk, hogy na most mennyi elég volt, és utána már csak öreg fiúk volt, még egy 5-6 évig aztán. Még egy kicsit futballozzunk, hogy az utána a civil létedről is kérdezelek. Abban a 4-3-3-as rendszerben folyamatos volt a találkozás. Nyilván most is úgy van, csak kicsit azért lazább egy jobb hátvédnek, a bal szélsővel természetesen. Igen. És jószerűen soha nem kaptál sárga lapot és piros lapot. Tehát a sportszerűségedről is ismert voltál, pedig fantasztikus ellenfeleid voltak. Ez minek volt köszönhető? Hát talán azért, mert épp ez az, ami hiányzott belőlem, az a csibészség, meg az a keménység, ami miatt általában sárga lapot vagy pirosat adnak az embereknek, a játékosoknak. Az, hogy én találkoztam olyan balszélsővel, aki azt mondta, hogy nem szeretett ellenem játszani, nem a gyorsaság miatt, az miatt is, de azt mondta, hogy azért nem játszik ellenem szívesen, mert mire ő észrevette, én már elvettem tőle a labdát. Na most ezért igen. Volt az, hogy hála Istennek megúsztam. Igaz, hogy MB2-ben sárga lap miatt hagytam ki meccset, mert azért ott azért már megjött az, ami kellett volna 11 néhány évvel ezelőtt, de MB1-ben nem. Összességében, ha a pályafutásodat nézzük, elégedett vagy a pályafutásoddal? Az NB1-esről kérdezlek. Igen. Nyilván a bajnoki cím hiányzik, de hát az mindannyiunknak. Igen. Azt beleszámolom, hogy majdnem 300 mérkőzést játszottam pár meccsen kívül, és 10 évig, tehát vehetem azt, hogy évi 30 meccset játszottam a 32-ből. Tehát, hogy összességével vesztük, akkor igen. Egy ilyen hosszú pályafutás után azt gondolom, hogy
be kell illeszkedni a civil létbe. Ez neked hogy ment? Nekem úgy ment a civil életbe, hogy amikor én oda mentem Keszthelyre, akkor az volt az egy kikötésem, hogy nekem egy olyan munkahely kell, hogyha bármi történik velem, mivel akkor már azért bent voltam abban a 32-be, hogy olyan munkahely, hogyha megsérülök, akkor nekem legyen egy biztos hátterem. Na most ezt az egyetem biztosította nekem, hogy lett egy biztos hátterem, és mivel ott nem volt napi két edzés, azon, amikor nem volt edzés, akkor én bejártam a munkahelyemre dolgozni. És szerintem ez is közrejátszott abba, hogy a kollégák másképp néztek rám, mint aki csak a fizetésért ment be a munkahelyére. És nekem az egy jó alap volt, ott beiskoláztak, elmentem iskolába, elvégeztem azt az iskolát, ami kellett ahhoz a munkához, és tényleg mondhatom azt, hogy 84-től már akkor kerültem oda az egyetemre, ez egészen még nyugdíjban nem mentem, én ott dolgoztam az egyetemen, ugyanabban a munkakörben. A futballból mi maradt meg neked? Az élmények. Az élmények? Igen, még most is gyűjtöm bárhol, bármilyen cikk megjelenik, abból a korból, a régi idők fociából vagy valami, én gyűjtöm ezeket a képeket, a videókat, az újságokat, mindent. Az ott megvan. Ugye Keszthelyen élsz a családoddal, és azt hiszem, hogy ez így kerek ez a történet. Kivételit említetted nekem, hogy lelked jobbik fele távozott. Igen, igen, sajnos elment 5-6 évvel ezelőtt, egy 4 hét alatt, egyik pillanatra a másikra. Ez nehéz időszak volt nyilván, de gondolom, hogy a barátok, ismerősök átsegítenek a nehéz időszakon is. Igen, nálunk van egy ilyen szokás, hogy öreg fiúk összejönnek, havonta kétszer-háromszor, attól függ, hogy alakul, és egy étteremben névnapokat tartunk, és az összes olyan játékos, aki annak idején játszott Keszthelyben, olyan 15-20 általában mindig összejövünk, és ott tartunk névnapot. És akkor megünnepeljük egymást, elbeszélgetünk a régi időkről, tehát úgy azért van az embernek programja. Nyáron meg ott a Balaton. Így van. Felgyorsult a világ. Nézed-e a Vidi meccseket a mostani? Igen, előtt? Nézem. Hát most mit mondjak? Mit üzen? Igen, nézem, szurkolok nekik, de sajnos ez nem mindig jön be. Milyen üzenetet fogalmaznál meg a mai fiataloknak? Hiszen, ahogy mondtam az imént, felgyorsult a világ, a futball népszerűsége változatlan ugyan, de mit tegyenek azért, hogy legyen egy olyan pályafutásuk, amikre majd később, mint te magad is, büszke lehet? Hát szerintem foci az elég összetett, és hát minden játékos, ha oda akar kerülni, hogy jó játékos legyen, szerintem akkor fel kell neki áldozni mindent a játéknak a szépségére, a fociért. Tehát a család életet nem, de a minden mást igen. Hogy csak a foci legyen neki akkor a család, és utána a foci. Mit kívánhatunk neked? Ha már te kívántál. Hát még azt szeretném, hogy a következő nulladik évemet megélhessen. Történj. A 80-at. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Jó egészséget kívánunk, és vigyázz magadra, hiszen a legendák köztünk élnek, és az a jó, ha itt vannak velünk. Én köszönöm a meghívást. Én nagyon örültem, hogy meghívtatok erre a beszélgetésre. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönjük. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a vendégem Nagyhárom János volt, a Videoton egykori nagyszerű, kiváló labdarúgója. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.